Javában tart a síszezon, ha téli sportok a magyarok körében is népszerűek. A síelők jóval óvatosabbak, mint az átlagos utazók, sokkal nagyobb arányban kötnek biztosítást. Azonban nincsenek mindig tisztában azzal, hogy egy-egy biztosítás milyen költségeket fedez. Köszöntöm a stúdióban Pavlovics Gergely túravezetőt, aki évtizedek óta szervez téli sportokra túrákat. Hány éve is pontosan? Hát 30 éve körülbelül már, hogy ezzel is foglalkozok. És azóta én kimondottan odafigyelek erre a biztosítási dolgokra, mert sajnos már volt egy-két olyan kellemetlen eset, ami a síelő számára úgy egészségügyileg, úgy anyagilag megterhelő utána. De mielőtt nagyon elrettentenénk a túrázókat, beszéljünk egy kicsit arról, hogy minek köszönheti a népszerűségét a síelés, a snowboardozás, mitől olyan kedvelt? És hát, egyre inkább a magyarok körében is, holott azért mi nem nagyon vagyunk gazdagok hegyekben. Hát azok, akik ezt a sportot választották egyik kedvenc szabadidő sportjuknak, azok tudják, hogy azban a gyönyörű tájakon, azon a gyönyörű friss levegőn síelni, ez egy olyan élményt nyújt az embereknek. A síelők erre kimondottan itthon is már elég sok olyan sírégió van, és alakulnak ki, amit megtehetnek, de általában Szlovákia, Ausztria, Olaszországot válasszák, a nagyobb síélményekben szeretnének részt venni. Én úgy keveredtem bele ebbe az egész síelésbe, hogy volt egy nagyon kedves kis tanárnő, kollégám, Egri kis Tiborné, aki azt mondta nekem, mikor oda kerültem az iskolába, hogy Gergely, ha nem tanulsz meg síelni, akkor egy élménye szegényebben fogsz meghalni, és ezt én mai napig mindenkinek elmondom, és nagyon köszönöm még mai napig neki ezt, hogy ebbe a sportba ő belevezetett engem. Van-e korhatár? Hát én olyan 4 évestől kezdeném, és felső korhatár nincs. Tehát gyakorlatilag most, bármilyen életkorban el lehet kezdeni? Hát gyerekkorban evidens, hogy könnyebb megtanulni, de volt olyan 53 éves korában tanítottuk meg síelni, és mai napig azon a kis amatőr kékpályákon elcsúszkál és élvezi, és pedig már 70 köré jár a hölgy, és mai napig hálás a dologért, hogy rábeszéltük erre a sportra. Kétségtelen, hogy nem veszélytelen, de mondjuk nekem például éppen az benne az izgalmas, és az benne a nagyszerű, hogy muszáj annyira odafigyelni, hogy minden más gondolatot kisöpör az ember agyából, mert hogy ott a hegy, a lejtő, és csúszik. Tehát ha egy kicsit nem figyel oda az ember, akkor baj történhet. Na hát akkor mire jók a biztosítások? És milyen szempontok szerint kössünk biztosítást? A sísport azért egy kiemelt kockázattal járó sportág, amire én úgy gondolom, hogy mindenki feltétlenül kössön síbiztosításokat. A média a telefonon keresztül jönnek ezek a millió biztosítási ajánlatok, ami esetleg nem biztos, hogy fedezi egy sís túrának a biztosítási részét. Erre vannak kimondottan erre kidolgozott speciális biztosítások. Igen, sokaknak vannak a bankkártyákhoz, esetleg telefonszerződéshez, nagyon sok mindenhez párosul már utasbiztosítás. De jó tudni, hogy ehhez nem elegendő egy szimpla utasbiztosítás. Szerintem se elegendő. A sport, ahogy említettem, kiemelt kockázattal jár, és ehhez dolgozták ki azokat a dolgokat. A hegyről való mentést, hogy benne legyen, a hazaszállítást esetlegesen, ha meg kell oldani, ha sérül, ruházat, sportfelszerelés, minden olyan dolog benne foglaltatik. A felelősségbiztosítás, hogyha esetleg nem nekem jön valaki, hanem én okozok kárt másnak, ennek is vannak szabályzatai, és erre van kimondottan kidolgozok ezek a simix biztosítások, ami úgy érzem, hogy befedez egy ilyen egyhetes túrát. Milyen költségek merülhetnek fel, csak így nagyságrendben, hogy mégis mennyibe kerül mondjuk egy helikopteres mentés például? Volt sajnos
ismeretségi körben, aki Ausztriába szenvedett síbalesetet, és csak maga 1,5 millió forint volt az, hogy helikopterrel lehozták a hegyről. Az olaszoknál talán egy fokkal jobb ez, mert ők nagyon ügyesen utast tudjanak minél többet szerezni. Ehhez úgy társították, hogy a síbérlet árába a hegyről való mentés a hegy lábáig benne foglaltatik a síbérlet árába, majd onnét él az utasnak a saját biztosítása. Mert hogy más helyeken azért a motoros szánnal való utazgatás sem túl olcsó. Mi az, ami még ebben, ugye mennyibe kerülhet mondjuk egy ottani kórházi kezelés, egy műtét a hotel szolgáltatással? És egyebek. Nagyon sok költség merülhet fel egy síbaleset után. Most nem is régen, vagy 2 éve volt egy nagyon jó barátom, aki sajnos egy balesetet szenvedett. Neki közel 4000 euró körüli számlát utaltak át itt a biztosítónak, amit ki kellett ott fizetniük, amit helyszínen muszáj volt megműteni a sérüléseit. Nem kevés költségekkel járó dolog ez, aztán ott a kórházi ápolásokra felszámolnak, illetve minden olyan dologra, ami egy kórházi ellátásnál pénzbe kerül. Egy kicsit beszéljünk a felelősségbiztosításról. Mi történik, hogyha én neki megyek valakinek például? Hát nem egyszerű dolog ez sem, mert ha én okozok balesetet egy másik síelőnek, akkor ha nincs felelősségbiztosítás benne például a biztosításomban, akkor olyan költségeket fognak fölróni nekem az ő munkából való kiesésétől kezdve, minden olyan dolgot összeszámolva, elég tetemes költség százezekbe is kerülhet, hogyha esetleg biztosítás nélkül utazik valaki. Nyilván a sérülés súlyosságától. Meg a sérülés súlyosságától. És attól is, hogy jogi útra tereli a dolgot. Igen, tehát, ha van egy pereskedés, igen. Akkor az egy külön. Igen, ez még rá húzhatják az ügyvédi költségektől kezdve minden olyan perköltséget, ami ezzel jár. Én őszinte legyek, nem szívesen viszek olyan síelőt, akinek nincs biztosítása. Én mindig meg is szoktam kötni a csoportra, általában 90%-a a résztvevőknek csoportosan megkötjük együtt ezt a biztosítást, illetve csak azok, akiknek ettől nagyobb mérvű, vagy olyan biztosítási formát szeretnének kötni, ami még talán ettől is többet nyújt. Kiterjedhet-e a biztosítás az autónak a nem tudom, javítására, vagy más olyan értékes tárgy, amit fölviszek a hegyre. Igen. Vannak kiegészítő megkötési lehetőségek ebbe is, mint autós asszisztens, kiemelt dolgokra, fényképező, laptop, ilyen dolgokra, plusz dolgokra is lehet még kötni, és akkor ezt is fedezi a biztosítás. Milyen nagyságrendű mondjuk egy hetes síelésre körülbelül mennyi az, amit rá kell szánni egy jó biztosításra? Ennek a síbiztosításnak is 3 fokozata van. Az alap, a símix és illetve az extra szolgáltatások, 3 mérvű. Magától értetődően a legmagasabb nyújtja a legnagyobb szolgáltatást. Ez lehet személyenként egy hétre 4000 forinttól 7-8000 forintig. Hát azt gondolom, ez azt hiszem olyan összeg, hogy ez azzal, amit nyújtani tud. Igen. Kinek melyiket érdemes választani? Hát én úgy szoktam a síelőimet kérni, hogyha nem velem kötnek, hogy azért egy jó középmérvű biztosítást kössenek, ami már ezekről, amiről beszéltünk, azért mindet takarja külön. Az extra szolgáltatások, aki egyén utazással jönnek, ezek a kocsis asszisztens dolgok, meg kiegészítést még lehet pluszba kötni hozzá. És hát ezek a biztosítások nyilván az utazás megkezdésétől, tehát már maga az igen, autózás, az, vagy a buszos utazás. Igen, hát ez azon a napon, ahogy indul a csoport, attól szoktam kötni, és az érkezés idejéig
általában 8 napba szokott ez beleférni, egy 8 napos középszintű biztosítás ilyen 4000 forint közül. Azt hiszem ennyi összegén nem érdemes rizikózni. Van-e olyan dolog, amiben esetleg bele tud kötni a biztosító? Most a biztosítókat nem bántani akarom, de ők, ha probléma van, mindenbe bele szeretnek kötni. És de ha ezeket lefedezi a biztosítás, amikről beszélgettünk, akkor ezek után nem tudnak igazán ők is. Talán egyetlen nagyon fontos dolog, amit szoktam említeni a síelőn is, az alkohol. Az alkohol fogyasztása a sísportban nagyon veszélyessé válhat, ha mértéktelenné válik a dolog, mert elviszi a mozgás koordinációját az embernek, mert egészséges egy forrad bort, vagy ha éppen melegebb az idő, egy jó búzasört meginni a hegyoldalba, de ez ne térjen át annyira, hogy a mozgás elmenjen, és rengeteg probléma szokott lenni ezekből az alkoholfogyasztásokból. A baleseteknek én úgy mérem, 80%-a azért ettől következik. A túlzott alkohol fizet a biztosító, hogyha alkoholos befolyásoltság alatt? Nem. A biztosítónak van olyan kikötése, ha alkoholos befolyás alatt állt a sérült, akkor a biztosítását onnét vesztette, illetve vannak olyan kikötései, ha nem pályán síel, hanem pályán kívül síel, ez is extrém sportnak kockázatvállalás már, erre már más mérvű biztosítást kell kötni. Nagyon szépen köszönjük a hasznos információt, Pavlovics Gergelyt hallottuk. Köszönöm szépen.